Üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit, a Weekend mai adásában vendégünk lesz egy tehetséges balettáncos. Szó lesz a tavaszi zsongásról, egy népzenei programról és egy különleges fotókiállításról is. Először azonban megmutatjuk, milyen volt a húsvét a Sóstói Múzeum faluban. Reggel 10 óra előtt már nehezen lehetett parkolóhelyet találni a Nyíregyházi Múzeumfalu környékén. Családok, kicsik és nagyok várták a Jánkmajtési portán, hogy a Nyírség táncegyüttes táncosai megidézzék a falusi húsvét hétfő reggelét, és friss hideg vízzel locsolják a legények, a leányokat. Azért szomorú is vagyok egyben, hogy nekünk kell már csak megmutatni, hogy milyen a falusi húsvét, hiszen még az én fiatal koromban ez természetes volt, hogy az ablakba vártuk lányok, hogy mikor érkeznek a legények és locsolnak meg bennünket, és hát nem csak kölni vízzel, hanem bizony szódával és vödörrel is. És már bizony ez nem igazán éli meg ez a szokás a mai napokat. Ma már nem trendi locsolkodni, zavaró, ha valaki érkezik hozzánk. Mi viszont tárkapukkal várjuk a kedves vendégeket, és ízelítőt adunk abból, hogy milyen is volt egy falusi húsvéti időszak. A néptáncosok nem csak a tánccal, a locsolkodással mutatják ezt be, hanem régen szokás volt ez, hogy húsvét hétfő napján húsvéti bált is rendeztek, hiszen 40 napig tilos volt táncolni, lakodalmat tartani, és húsvéttól volt ez az időszak, amikor újra táncos mulatságok is lehettek. Hát itt a Nyírségben és a Szatmári vidékeken a húsvéti bál szokását is tartották. Ma már nem élő szokás, de itt a múzeumfaluban ezt is meg szeretnénk mutatni, és táncra is invitáljuk a kedves vendégeket. A húsvéti hagyományokat felvonultató programok mellett egy új időszaki kiállítás megnyitójára is sor került. A kiállítás a Csíkos táska telebagázsnyik címet kapta, és visszarepít minket a 90-es évek piaci hangulatába. Nos, hát nekem még vannak emlékeim ezekről a tárgyakról. Egy 97-es születésű kurátor miért ezt a témát választja magának?
Már 97-es, de azért mégiscsak a 90-es évek, és végtelenül izgalmasnak találom ezt a témát. Egyrészt azért is, mert hogy utána olvasgattam, nagyon sok olyan személlyel beszélgettem, akik abban az időben éltek, másrészt pedig a szüleim történeteit is, magam is folyamatosan hallgattam, illetve most is hallgatom, hogyha felmerül mondjuk egy ebéd közben. És hát én is a részesei voltam, bár igazából akkor ezt nem is fogtam fel annyira, hogy miről is van szó. Például a 90-es években a kiállításban arról is szó lesz majd, hogy a gazdasági válság hatására például egyre gyakoribbak voltak az áramlekapcsolások. És valóban emlékszem arra, hogy mi is még esténként gyertya mellett ültünk, de én ezt nem tudtam, hogy azért, mert hogy éppen gazdasági válság van, ennek örültem, hiszen együtt volt a család. Persze megtanultam ezt másképpen értelmezni és más szemszögből nézni, és hát szerettem volna, illetve szerettük volna, hogy a látogatók is minden oldalát ennek az időszaknak, a jó oldalát is és a nehézségeit is egy kicsit átéljék szószoros értelmében, hiszen nem csak a nézői lehetnek a kiállításnak, hanem a részesei is egy útlevél segítségével járhatják majd be a tárlatot. Berec András, Kossuth Díjas előadó művész, Hiszünk a csodában címmel önálló estet tart április 12-én az Evangélikus Nagy Templomban Nyíregyházán. A bevétel egy részét egy 10 éves daganatos betegségben szenvedő kislány Szofi gyógykezelésére ajánlotta fel a művész. A témával kapcsolatban vendégünk Cservenák László és Berec János, mindketten a Magyar Népmesért Alapítvány képviseletében. Már itt a felkonf alatt tulajdonképpen a meghatottság hangjaival küzdöttem, hiszen azt gondolom, hogy egy olyan szép estét szerveztek, ahol egyrészt a hit, másrészt annak a reménysége is ott van, hogy akár a művészet is segíthet, illetve érzékenyíthet, és hát nem utolsó sorban ugye egy jótékonysági rendezvényről van szó, amely egy nagyon nemes cél érdekében szerveződik. Meséljetek egy picit magáról, erről a 12-i estről. Polgármester úr. Felvezetőbe csak annyit, hogy igen, célegyenesbért ez az esemény az alapítványunk szervezésében, és bár nem így indult ez ősszel, tehát erről ezt azért mindenütt elmondjuk, tehát egy szimpla kis mesélésnek gondoltuk mi ezt a rendezvényt itt húsvét környékén, András barátommal, ahogy együtt gondolkodtunk, illetve Lacival, de szembe jött velünk, és ezt is már mondtam egyszer, szembe jött velünk ennek a kislánynak az története, vagy az életútja, és ez mindannyiunkat úgy megragadott, még ott karácsony előtt, amikor beszélgettünk erről, hogy úgy gondoltuk, hogy kicsit át kell gondolnunk az addig elképzeléseinket, kicsit tovább gondolni, más célokat előrevetíteni, és hát mi lenne nemesebb cél, mint hogy beleálljunk ebbe a történetbe. András is pozitívan állt hozzá, tehát ő is felajánlotta ezt az eseményt a kislánynak a gyógyulására, és én úgy gondolom, hogy nekünk már itt az utolsó héten csak annyi dolgunk, hogy minél többször ezt elmondjuk, minél több helyen elmondjuk, illetve hát jótékonyság, tehát a pénzgyűjtésről szól a részünkről. Ez tőlünk nem azt mondom, hogy idegen a pálya, de ilyet még azért nem csináltunk, mint népmese alapítvány, tehát nem erről szól a történet vagy az életünk, de szívesen álltunk bele is. És úgy gondolom, hogy mi letettük az asztalra azt, ami tőlünk tellett. Hát olyannyira letettétek, ugye, hogy évek óta gyakorlatilag egy nagyon sikeres rendezvényt szerveztek a magyar népmese kapcsán, illetve akár a népmese napján például nagyon, nagyon sok érdekes dolog történik. Most a Nyíregyházi Evangélikus Nagy Templom lesz a helyszín, április 12-én péntek délután 5 órakor, és ahogy János említette, nem így készültetek, tehát ez a
rendezvény, akkor szögezzük le, mindenképpen meg lett volna tartva, akkor is, hogyha ez nem egy jótékonysági rendezvény. Laci, mesélj egy picit Sophie-ról. Ugye Sophie egy olyan betegségben szenved, ami sajnos szinte minden családban előfordul. Ő egy kislány, én már kaptam egy karkötőt, és úgy látom, hogy ti is viselitek. Ezen pedig az a felirat áll, hogy Magyar Népmese Alapítvány, hiszünk a csodában. Hát ha már a karkötőről beszélünk, ez a templom bejáratánál, két bejáraton lehet majd bejönni aznap a rendezvényre, tehát április 12-én, és ki lesz írva egy nagy táblára, hogy adomány karkötő, nincs ára karkötőnek, lesznek ilyen adományládák, dobozok, és mindenki, amit gondol, ez most a rendezvény belépőjétől függetlenül, hát ha ezzel sikerül még egy másfél összeget gyűjteni a kislánynak, amit János barátommal már egy másik médiában elmondtunk, reméljük, hogy ez az 1500 vagy még attól is több látogató, aki eljön, ugye 2000 férőhelyes a nagy templom. Ez az egyház részéről is egy nagyon-nagyon jónak ígérkező a rendezvény kapcsán, hogy sokan lesznek, azt tetszik a, nagyon az egyházi vezetőknek. Ugyanis azt tűztük ki célul, hogy a mesélés, éneklés mellett ugye lesz egy közös imádkozás a legvégén, és azért, hogyha egyszer imádkozik 1000 vagy esetleg 2000, régleg ennek más a hangulata. Visszatérve Sophie-ra, azért az evangélikus nagy templom, mert ő az evangélikus általános iskola harmadik osztályos tanulója. Ez az egyik legfontosabb információ. A másik, hogy amikor kiderült, hogy átalakul ez a rendezvény jótékonysági rendezvényé, az iskola részéről Pampok Zoltán igazgató úr keresett, hogy akkor a Glória gyerekkórus, amiben szintén Sophie osztálytársai is szerepelnek, ők is szeretnének szerepelni. Hát ezt Beresz művész úr azért meg kellett beszélni, mert ő a kantamusszal szokott föllépni, de megértette, hogy itt a gyerekek hangja, ez az őszint hang, még ha nem is nagyon tökéletes, akkor ez nagyon fontos, hogy úgy szólalja meg a templomba, és itt főleg evangélikus hívek is lesznek. Nem tudom, hogy arról beszélhetünk-e, hogy tulajdonképpen mi a cél, milyen összeget lenne jó összegyűjteni, illetve hát azok, akik esetleg mondjuk nézik a televíziót, és valami miatt nem tudnak részt venni ezen az eseményen, ők tudnak-e segíteni bármilyen formában? Először is hadd köszönjem meg a különböző médiumoknak a segítségét. Tehát azért az, hogy itt az összegek gördüljenek, ehhez azért széles spektrumba kell terjeszteni ezt a dolgot, és én úgy gondolom, hogy a megye, a város különböző intézményei, akár önkormányzatokra gondolok, vállalkozókra, megyei vállalkozókra, különböző cégekre, politikusokra, tehát mindenki egy kicsit magáévá tette ezt a történetet az elmúlt pár hónapban, és igen, tekintélyes összeg összegyűlt, tehát mi sem gondoltuk, hogy azért ennyit sikerül nekünk szerényen összegyűjteni, tehát már több mint 8 milliónál tartunk, és még majd a bevétel, a jegyek bevétel, a jegyárusítás még folyamatosan zajlik, illetve majd még ott az adomány dobozokban, ami összegyűlik. Tehát én azt mondom, hogy ezt a 10 milliót lőttük be, most így előre láthatóan, tehát ennyit mi össze tudtunk gyűjteni. Ez egy óriási dolog, én úgy gondolom, persze, hogy sokkal nagyobb egy amerikai kezelésnek a költsége, tehát 100 milliós nagyságrendről beszélünk, de én úgy gondolom, hogy mire odaér majd ez a történet, vagy ki kell tényleg menni Sophie-nek, akkorára bízunk benne, hogy összejön ez az összeg. És abban is ugye bízunk, hogy akár ott a templom pacsorai között, akár mondjuk a televízió képernyőjén, ha látja valaki, aki mondjuk a vállalkozása folytán megengedheti magának, hogy egy jelentősebb összeggel segítsen, akkor még nagyobb összegre duzzad ez az általad említett szám. És hát azért ne felejtsük el, hogy Berec András tényleg egy nagyon népszerű, nagyon kedves és sokunk által az imádásig tisztelt mesemondó, úgyhogy tulajdonképpen ő lesz az est fénypontja, vagy a húzónév. A húzónév, így van. Itt most szeretnék megjegyezni valamit. Mondhatom most? Annyit szeretnék csak, hogy Beresz művész úr megemlítette, hogy nagyon kíváncsi lesz arra az 1000 vagy 2000 lélekre, nem embert mondott lélekre, és hogy ennek megérzi a renoválását, ő így fogalmazott, akkor ő olyat fog mondani, hogy ezt ilyen premiernek érzi, és ő többet nem akarja ezt előadni, amit majd ott fog helyben előadni. Tehát tulajdonképpen egy különleges alkalom lesz most a templomban április 12-én. Tehát egyszer is megismételhetetlen, ez mondhatjuk azt, Laci János, köszönjük szépen, találkozunk akkor jövő pénteken. Mi köszönjük. Mi köszönjük.
Kedves nézők, a Weekend ritkán hagyja el a megye határát, nemrég azonban Pannonhalmára utazott egy stábunk, mégpedig egy kiállítás miatt, aminek természetesen volt vármegyei kötődése, hogy pontosan mi az, nem sokára kiderül. Idén 2024-ben 800 éve, hogy Szent Márton pannonhalmi monostorának ma is álló szerzetes templomát helyreállították és ünnepélyesen felszentelték. A pannonhalmi szerzetes közösség szeretné méltó módon megünnepelni a pannonhalmi bazilika újjáépítésének és felszentelésének 800. évfordulóját, ezért az ünnepi rendezvénysorozat részeként kiállítást rendeztek 800 éves ember portréjából a Boldogasszony kápolnában. A fényképeket Balázs Attila, Eser Károly díjas fotóriporter készítette el egy több hónapos szervezést igénylő projekt keretében. 100 éves emberek portréi vannak itt a falakon. Mit lehet tudni arról, mennyi időre van kalibrálva az emberi elme és test? Körülbelül olyan 100-120 évre. Ezt lehet látni a legkülönbözőbb országok statisztikáiból. Most itt a falakon ugye 8 portré látható, a nemek aránya az 5-3. Ez jelent valamit, vagy ad-e valamilyen információt arról, hogy a nemek arányában általában ki él tovább? Ezzel én is csodálkoztam, milyen kevés hölgy került bele, mert általában a hölgyek valamivel tovább szoktak élni. Ez azt hiszem véletlen, hogy itt így alakult. Nyilván meg kell keresni a 100 éves embereket, és akik éppen vannak, azokból lehetett megcsinálni a kiállítást. De azt úgy emlékszem, hogy a hölgyeknek jobb a statisztikája, nem sokkal, néhány évvel. A megnyitó beszédében olyan hívószavak voltak, mint spiritualitás, elképzelés. Az egyénnek miért van, vagy ki lehet ezt jelenteni, szüksége az élethez a spiritualitásra? Mert a spiritualitás nélkül nem tud közösségekhez kapcsolódni, és ha nem tud közösségekhez kapcsolódni, akkor teljesen egyedül van, olyan stressz hatások érik a társadalomba, ami gyakorlatilag elviselhetetlen. Tehát az, aki individualistának mondja magát, az is igazából egy közösség tagja, egy egyszemélyes közösség tagja, és azt képzeli magáról, hogy ő úgy viselkedik, mint egy közösség. Tehát nem ismerünk olyan embert, aki igazán egyedül lenne, és nem úgy viselkedne, mint ahogy egy közösségben kell. Ez 2 millió éves genetika okozza, ezen nem, ahogy van 2 kezünk, 2 lábunk, és senki nem csodálkozik ezen, ez a közösséghez való tartozás igénye, ez ugyanilyen ősi tulajdonság.
Virágvölgyi István, a kiállítás kurátora úgy fogalmaz a kiállítás ajánlójában, hogy próbáljunk meg kilépni saját korlátaink közül, és ebből az évszázadokon átívelő perspektívából tekintsünk korunkra, saját életünkre. Ez majd segít eligazodni, segít megítélni, hogy mi a fontos, minek van jelentősége és mi az, ami maradandó. Mi a legnehezebb és mi a legörömtelibb abban, hogyha valaki egy évszázadot él? Egész életemben lényegében egészséges voltam. Komoly betegségem semmi nem volt. És egész életemben, hogy úgy mondjam, munkás életet éltem, elektromérnök vagyok, és ahogy mondtam az elején, ehhez már szerencse is kell, hogy ebben a korban, ilyen fizikai állapotban, és talán kimondhatom, szellemi állapotban is ezt a kort megérje. Stúdióban vendégünk Balázs Attila, aki a kiállítás fotóit készítette. Szia, jó estét! Hát gratulálunk! Szervusz, üdvözlök mindenkit! A csodálatos képekhez azt is mondhatom, hogy hát ezt már tőled megszoktuk, de azt gondolom, hogy mégiscsak szokatlan fotókat készítettél, és valószínűleg nem csak technikailag, hanem lelkileg, emberileg is nagyon sok érdekes élményed lehetett a képek készítése közben. Mi volt az apropója a kiállításnak? Az apropója Pannonhalma fennállásának 800. évfordulója. Már egy korábbi kiállítás kapcsán Pannonhalmával elkezdtünk dolgozni közösen ezelőtt 6 évvel, akkor két kollégámmal csináltunk közösen egy kiállítást. Annak a kurátora is az a Virágvölgyi István volt, akihez én több szállal kapcsolódom így munkaügyileg. Valamikor főnököm volt a Magyar Távirati Irodánál, és ő keresett meg megint, illetve Dejcsics Konrád, a Pannonhalma kultúra és igazgatója, hogy van egy ötletük, és arra gondoltok, hogy ezt én tudnám jól megcsinálni. Tulajdonképpen akkor maga az ötlet, hogy idős emberekről készüljenek portrék, ez már adott volt? Az ötlet az volt, hogy valamilyen képi formában ábrázoljuk, és egy közös beszélgetés során alakult ez ki. Szerintem a legnagyobb érdeme magában a témaválasztásban Virágvölgyi István kurátornak van. Tulajdonképpen ugye 8 fotó készült, 5 férfi és 3 nő, és hát a 8-uk életkora az éppen 800 év. Így van. És hogyan kell neki kezdeni mondjuk egy ilyen projektnek? Tehát fölkészülsz lelkileg, vagy egyszerűen csak az a fajta nyitott szellemiség meg lélek, ami te vagy, az elegendő ahhoz egy megfelelő technikai felszereltséggel, hogy belevágja be, hogy elkészüljenek a portrék? Ez mind így. Amikor az Árpád hídról, Budáról jöttem Pest felé, megcsörrent a telefon a budai hídfőnél, és a híd közepén nem jártam, mikor a kurátor kérdésére, hogy van egy kiállítás, Attila, rád gondoltunk, és még anélkül, hogy tudtam volna, hogy mi lesz az, csak ennyit tudtam, hogy Pannonhalma, kiállítás, Virágvölgyi, már a híd közepén azt mondtam, hogy oké, és mondták, hogy oké, de hát azért beszéljük meg, hogy mi. Akkor leültünk, beszélgettünk, és én 55 évesen, ugye megszokja az ember fotósként, hogy minden egyes dolog neveli az egóját, és általában minden fotós az egoista, köztük én is, és az tetszett nagyon nekem ebben a kiállításban, hogy ez egy közös munka volt, azt tetszett a legjobban, hogy én is részt vettem a kutató munkában, megkeresni ezeket a 100 éveseket, leszervezni, beszélgetni velük, mindenkihez elmenni, egy műtermet felállítani mindenkinek az otthonában, elmondani az ügyet, utána kialakítani az egész kiállításnak a képi világát, és sok ember, körülbelül 6-8 ember munkája van ebben a végtermékben, és azt még ennyire tisztán, több kiállítás volt, már több csoportos kiállítás volt,
De azt ennyire tisztán, hogy mennyire jó dolog tud lenni, hogy van 5-6 ember, aki a szakmájában körülbelül ugyanott van, és ezek az emberek összerakják, amiük van, és abból kialakul valami nagyon jó. És azt, amikor megnyílt a kiállítás, én ott maradtam lefotózni az interjúrben ezeket a képeket, és bejött egy idősebb házaspár, idősebb voltak, mint én, bejött egy 50 pluszos házaspár, és megkérdezték, hogy megnézhetik-e, mondtam, hogy természetesen, amíg abba hagytam a fotózást, és leültek egy pár percre, és amikor mentek ki, azt mondták, hogy de jó volt egy kicsit köztük lenni. És akkor én elkezdtem gondolkodni, az összes kép úgy készült, hogy szembenéz mindenki a kamerával, végigpróbáltunk mindent, legyen érzelem, ne legyen érzelem, helyezzük-e kontextusba az embereket, ne helyezzük, aztán arra a következtetésre jutottunk, hogy azt a célt, hogy ezt a 800 évet 8 arcba, 8 tekintetbe sűrítsük össze, az lesz a legjobb megoldás, hogy mindenkiről egy neutrális képet készíteni, ezért vittem hátteret, mindenhol felépítettem a műtermet ugyanazzal a világítással, és mindenki néz a kamerába. Ez önmagában nem egy nagy trüváj, mármint az a hatás, hogy biztos megvan neked is, hogy vannak olyan képek, amit bárhonnan nézel, az az érzésed van, hogy az téged alany néz. Téged néz. Így van. Ezt úgy lehet elérni, hogy azt mondod a modellnek, hogy a kamerába nézel, a kamerán keresztül, a lencsén keresztül a végtelenbe. Uh-huh. De amikor ez a 8 ember ott van körbe a Boldogasszony kápolnában a falon, és leülsz közéjük, és egyedül vagy, és így azt érzed, hogy ott van rajtad 8 szempár, és mikor ők elmentek, mondom, beülök én is, megnézem, hogy ez milyen ez az érzés. És tulajdonképpen, amikor már mindennel kész voltunk már, Csányi Vilmos professzor úr megnyitotta a kiállítást, mindenki elmentek ebédelni a fogadásra, én ott maradtam, megfotóztam, leültem, és tulajdonképpen akkor ugyanazt éreztem, mint a munka közben, hogy így együtt vagyunk. Egy kicsit ez olyan, hogy akkor jöttél rá, hogy mit is csináltál tulajdonképpen. Lassan érő típus vagyok egyébként, igen. Egyrészt, másrészt pedig végig, ahogy beszéltél, azt éreztem, hogy ez a kiállítás nem növelte a fotós egóját, hanem valamiféle olyan érzést adott át, hogy milyen apró porszemek vagyunk, akár 800 év vagy az örökké valóságnak a időmércéjén, és néha jó egy kicsit ott lenni, és ezzel a 800 évvel akár farkasszemet nézni, vagy így a mindenséggel. Ajánlom mindenkinek. Úgyhogy hát tényleg vérző szívvel gondolok arra, hogy itt ezt nem láthatjuk, de azt gondolom, hogy egy gyönyörű helyen, Pannonhalmán megtekinthetik még. Meddig látható ez a kiállítás? November közepéig lesz megtekinthető a kiállítás. Hát akkor az, talán a nyár az egy olyan időszak, amikor sokan átszelik az országot, úgyhogy reméljük, hogy a te kiállításod is megnézik, hol található, hogy akkor most már mondjunk konkrét célokat is a kedves nézőknek. Pannonhalmán a Boldogasszony kápolnában, és nagyon sok programmal összehozható, mert nagyon szép levendulásuk van, nagyon jó sörfőzőjük, nagyon jó éttermük, nagyon szép könyvtáruk, nagyon szép orgonájuk, meg az egész. Ez bár egy, a szenzációsan néz ki, és egy csodálatos szakrális tér. És egy nagyon jó nyíregyházi fotósuk, aki ehhez hozzájárult, úgyhogy Attila, szívből gratulálunk neked, köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi fért a Weekend első részébe, de ne menjenek messzire, a híradó után zenével, balettal és kiállítással folytatjuk a műsort. Üdvözlöm újra a Weekend nézőit! A holokauszt 80. évfordulója alkalmából rendeztek időszaki kiállítást a Kálai gyűjteményben, mely a nyíregyházi zsidóság több mint 100 évében nyújt betekintést. A tárlat április 24-ig várja az érdeklődőket. Adonai Shimon Vekuli, Tiena Ezneha, Kesulvot Lekol, Takamunai.
Arcképek a falon, terített asztal, imakellékek és öltözetek. Ezek segítségével csöppen a látogató a nyíregyházi zsidóság mindennapjaiba, a Kálai gyűjteményben. A terem másik felében pedig már kiragadott, a gettókban papírra vetett levélrészleteket olvashatunk. Ebben a kiállításban hatalmas érdeme van dr. Icu Zoltán történésznek, hiszen ő ennek a korszaknak nagy tudója, de Nyíregyházán magánszemélyektől, a Józsandás Múzeumtól, a Levéltártól, sok helyről került hozzánk, Budapestről anyag, sőt még a színház is segített korhűjelmezzel, úgyhogy nagyon szép és nagyon gazdag kiállítással várjuk a látogatókat. A kiállítást Izrael állam tiszteletbeli konzulja Hunyadi László nyitotta meg, és rendkívüli eseménynek nevezte a tárlat létrejöttét, mely lehetőséget ad az emlékezésre. Azért is jelentős, vagy mondanám, hogy rendkívüli ez az alkalom, mert most bármennyire is próbálunk a múltban gondolkodni, de mégis itt vagyunk a jelenben, nem kerülhetne sor erre az eseményre a világ számos városában. Legyen ez akár Nyugat-Európa, legyen ez akár Amerika, máshol is. Mert most, október 7-e óta egy félelem van a zsidóság életében, és az izraeli állampolgárok életében is. Azért, mert hirtelen a mindig is ott lappangó antiszemitizmus a felszínre tört. Úgy érzik sokan a világon, hogy újra szabad a pálya, tehát lehet nyíltan is antiszemitának lenni. Ricu Zoltán több évtizedes kutatásának eredménye látható a falakon, valamint a vitrinekben. Az ő segítségével tárták fel a nyíregyházi zsinagógát és annak melléképületeit. Ez nagyon sokat jelent, hiszen én több mint 35 éve foglalkozom a nyíregyházi zsidóknak a történetével. És most jött el az az idő, amikor mintegy összegezni lehet az összes kutatást, amit eddig elvégeztem, és alkalom rá a 80 éves évforduló, a tragédia 80 éves évfordulója, amiben úgy gondolták a kollégáim, akik segítettek, hogy nem csak azt kellene bemutatni, hogy mi történt 80 évvel ezelőtt, hogy történt a deportálás, a gettósítás és a gyilkosság előkészítése, hanem állítsunk emléket a nyíregyházi zsidóknak attól kezdve, amikor beköltöztek a városba, 1840. Volt ez az év, amikor az első zsidó lakos beköltözött a városba. Itt van mögöttünk éppen az a vitrin, ahol az ő bejegyzése van, ahol kéri a polgárok közé való bevételét. Ugyanis amikor ők idejöttek, akkor már 3 év múlva, 1843-ban, öten megvették a temetőt. Ez előírás a zsidóságnál, hogyha valahol letelepednek, akkor azon a temetőt kell venni, és mikvét, rituális fürdőt kell létesíteni. Tehát elkezdték megteremteni a hitközség hitéletéhez szükséges intézményrendszert, a temető, a mikve, aztán rabbik lettek, aztán jött a zsinagógaépítés, iskolaépítés, és utána pedig hát a legnagyobb alkotásnak tekintem én azt a 20-as években, hogy megépült a zsidó kórház, amit nem nagyon tud ma senki sem, hogy az a nagy STK épülete zsidó kórháznak épült, csak nem működtették. Tehát létrehoztak egy intézményrendszert, ami olyan épületekből áll, ami a városban ma is városképi meghatározó. Másik oldalról viszont beépültek a város társadalmába, gazdaságába, és hát olyan vállalkozók lettek, egy eredeti forrás 1860-as években úgy írja le, hogy tömegestől jöttek ide a zsidó kereskedők, mert a rozs kereskedelemnek lett Nyíregyháza központja. Ez egy kitűnő rozs termővidék Szabolcsvár, már megye ma is, és innen terítették, innen vitték a rozs készleteket mindenhova. Annyira, hogy volt néhány év, amikor a monarchiában a Nyíregyházán kialakult rozs árak voltak a meghatározók a tőzsdén. Tehát bekapcsolódtak a kereskedelme, először egyénileg. Tehát boltokat nyitottak, kis egyszemélyes boltot, vagy bérleteket vettek ki, bérletbe vettek ki üzleteket, vagy kocsmákat például. De aztán, ahogy a vasút ide érkezett Nyíregyházára 1858-ban, ez óriási lehetőséget nyitott ki a város előtt is, hiszen egyik oldalról jött a tirpák gazdáknak az óriási termékmennyisége, a rozs, a szarvas marha, a juh, a gyapjuh, és ezt piacra kellett vinni, és akkor másik oldalra jött az a közösség, amelyik ezt meg is tette, a zsidóság. A kiállítás április 24-ig tekinthető meg kedden, szerdán és csütörtökön Ricu Zoltán tárlat vezetésével. Továbbá a 7. és 8. osztályos tanulókat, illetve a középiskolás diákokat múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várják majd a Kálai gyűjteményben.
Ma 17 órakor már a Polip zenekart hallhatták azok, akik Nyíregyházán a Kossuth téren sétáltak. Az ő koncertjükkel kezdődött meg, ugyanis a tavaszi zsongás. Vendégünk pedig Szabó Tamás, a rendezvény egyik szervezője. Szia Tamás, jó estét! Jó estét kívánok, üdvözlőnek én is! Hát most már kimondhatjuk, hogy hivatalosan is tavasz van, és ha tavasz van, akkor itt az idő, hogy felkészüljünk ugye egy picit már a nyára és a nyári rendezvényekre, úgyhogy mi mindent kínáltok itt a nagy zsongásban? Így van, a nyíregyházi zenekarok is elhozták a tavaszt, ugye április 2-ától elkezdődött a Kossuth téren az úgynevezett tavaszi zsongás, ez ugye április 2-től április 21-ig tartó úgymond rendezvénysorozatunk. Itt próbáltuk úgy, hogy minden napra jusson valami, tehát helyi termelőket, kézműveseket kértük fel, hogy mutassák be termékeiket, a kézműves tevékenységeiket. Emellett gondolva a gyerekekre, ugye dodge, óriás kalapácsinta is, és kisebbeknek játszóházszerű építmények és felépítése kerültek, és a pénteki és szombati napokon pedig helyi zenekarok lépnek fel, akik reméljük tényleg elhozzák a tavasz, már mindenki nagyon várta, kaptunk egy kis ízelítőt belőle, utána rosszabb idő lett, de reméljük, hogy általuk is mindenkinek eljön az az igazi jó nyárias tavasz, amelyben bízunk mi is. Említettem, hogy a Polip ugye 17 órától már színpadon állt, ezt az időpontot tartjátok? Tehát így minden van. Zenekar ekkor lép föl? Így van, minden pénteken és szombaton 17 órakor egy-egy nyíregyházi zenekar szórakoztatja azokat, akik kilátogatnak. Ugye holnap az Elkábít zenekar érkezik, majd a következő hét pénteken a Menta projekt, utána szombaton Tibi a hegyről érkezik, 19-én pénteken az Orpheus Madám, illetve április 20-án pedig a Full Fusion Band adja az koncertet. Egyébként azért nagyon sok banda van Nyíregyházán, ilyenkor valamilyen megbeszélés, vagy nem tudom, jelentkezés előzi meg azt, hogy kik szerepeljenek. Ugye az időpontok miatt, ugye hál' Istennek azt mondhatjuk, hogy a nyíregyházi zenekarok nagyon magas színvonalon művelik tevékenységüket, ezért időpont egyeztetés, melyik zenekar, mikor ér rá, a zenekari tagoknak, a civil életből adódó elfoglaltságaik, hogy milyen rendezvények vannak még a megyéből fölkének, hogy így alakul ki ez az egy több hónapos munka, amíg mindenki ráért, jó ez az időpont, és még bízunk benne, hogy nem lesz több csere, a plakát megjelenésig, ugye ez ismerjük el a szakmába dolgozik, hogy nagyon-nagyon sok változások, mégse jó péntek legyen szombat, de mi cserélnénk, hogy ezeken túl vagyunk, most úgy néz, hogy ez a végleges sorrend, és ugye az április 21-ig fog tartani ez a rendezvény. Úgy láttam, Tamás, hogy két plakátot is hoztál, a így másik van. Az miről szól? Hát ugye elindul a tavasz, és közeledik a nyár, a Kossuth tér úgymond tavaszi, a téli álmából felébredve minden héten kínál egy-egy-egy rendezvényt, ugye 21-én vége a tavaszi zsongásnak, és hirtelen átalakul a tér, és 27-én, tehát következő szombaton pedig a Hello Nyíregyháza rendezvény fog érkezni, ugye ez a szombati napra, szombati napon kerül most megrendezésre délelőtt 10 órától egészen este 9 óráig, ahol szintén nyíregyházi zenekarok is fölépnek, de ők egy teljesen más korosztályt képviselnek, ők a középiskolás korosztályból fognak bemutatkozni, Pentagon, Weiber, Lőrinc, Fanni, illetve előttük pedig a helyi civilek fognak bemutatkozni a nagy színpadon, akiknek ugye külön élmény, hogy egy nagy-nagy színpadon, egy 10x12-es komoly színpadon léphetnek föl, azon a színpadon, ahol majd este 7 órára a szintén az ifjúság által két Jude Law fog érkezni, és reméljük mindenkinek nagy-nagy örömet fog ezzel okozni, ugyanis őt az ifjúság kérte a diákpolgármesterrel történt egyezkedéskor. Volt az még a tavalyi év folyamán, hogy annyira szeretnék, ha egyszerű Nyíregyházán lépne föl, és ugye ezt most úgy néz ki, hogy sikerült megvalósítanunk. Amit mondtál érdekes, mert az, hogy az utánpótlás is már ott van, így a zenei van. Utánpótlás, az szerintem egy garancia arra, hogy Nyíregyháza zenei élete, illetve a különböző együttesek vonatkozásában tényleg színes lesz, hiszen nagyon sok tehetséges fiatal van, akik már most megmernek mutatkozni. Ez nagyon fontos, bocsánat, hogy szabadba vágok, hogy megmernek mutatkozni, hiszen ezek mégiscsak középiskolás fiatalok, tudjuk, hogy nagyon bátrak, vagy bátornak tűnnek kívülről, de azért egy ilyen nagy színpadra, ilyen hang- és fénytechnikára, amikor föllépnek, vagy már mostani megbeszélésen is látszott, hogy azért kicsit összerezzentek, ugye ki kell próbálni, tehát ahhoz, hogy a fiatalok itt maradjanak, hogy nekik nagyon jó érzés legyen, ahhoz
muszáj előtte megmutatkozniuk itthon, ugye itt a baráti kör is jobban el tud jönni, szülők, rokonok, és azért mégis, úgymond az első lépés a deszkán megtörténhet itt a főtéren számukra. Egy technikai kérdés. Tavaly volt néhány rendezvény a nyár, illetve az ősz folyamán, amikor a nagy színpad a római katolikus templom előtt volt. Ugyanakkor nagyon sokan panaszkodtak, hogy a tér bizonyos részeiről nem látták a fellépőket. Lesz ebben valamiféle változás? Természetesen, ugye azt tudni kell, hogy erre nagyon sok jogszabály vonatkozik, hogy a színpadnak ott van a helye. Ezt ugye többszöri egyeztetés, menekülési útvonal, kiürítés számítás, amivel nem mutatnának se téged, se senkit, alapján annak az a helye, áramellátás, biztonság minden tekintetében, viszont hogy a tér többi részén is, mert ugye elmondhatjuk, hogy Nyíregyházának a főtere egy zöld főtér, ami nagyszerű, érthető az emberek igénye, panasza, hogy emiatt viszont ugye nem belátható nagy üres plac, ezért már a Hello Nyíregyháza rendezvényünkön is kettő nagy különálló LED-fallalt is kitelepítünk, amelyhez hangot is ugyanúgy hozzá fogjuk rakni, úgyhogy nem csak látják, hallhatják is réltámban, ami a színpadon történik, úgyhogy ez az OTP takarékpótával szembe lesz az egyik, illetve ami újdonság lesz, le fogjuk záratni a Luther az ott lévő utcát is, ezáltal ott a Metropol környékén, és ezáltal arra felé is fog nézni egy LED-fal, így azért biztonságosan és kényelmesen is el tudnak az emberek jönni, és meghallgathatják a zenekarokat. És olyan szempontból azt gondolom, hogy ez egy szuper ötlet, hogy sokan azért ülnek inkább, a szórakozó helyekről ülve, akkor a LED-fal kényelmesen megtekinthető, aki meg dühöngeni akar idézőjelbe, vagy tombolni a küzdőtéren, akkor ő pedig így a színpad aki közelében. Aki aktívan szeretne részt venni egy koncerten, táncolni, illetve tényleg dühöngőbe, az megteheti közvetlenül a színpad előtti részen, illetve aki viszont nyugodtabban, akár ülve, akár csak úgy, hogy kis távolságra többiektől, az is megteheti az idén. Szuper, köszönjük szépen, akkor majd a nyár folyamán várunk a további program tervekkel. Nagyon szépen köszönöm. Kedves nézők, a könnyű zene után népzene következik. A Csóri Sándor program a népi kultúra területén közösségteremtő műfajokban működő közösségeket támogatja. Ez a programért véget nemrég Máté Szalkán. Az utolsó közös zenélések egyike Máté Szalkán, amelyre a Csóri Sándor program biztosított lehetőséget. Ez évek óta a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc, népzenei együttesek és tárgyalkotó közösségek tudásátadását, szakmai munkájuk fejlesztését célozza meg. Annak érdekében, hogy mindent megfelelően a magyar népművészet rangját megillető tisztességgel tudjunk mi bemutatni, tanítani, illetve kivinni a nagy közönség elé. Máté Szalkán, hogyan valósult meg ez a program? Kik vehettek benne részt? Nagy örömömre szolgál, hogy az iskola, tehát a Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola népzenét tanulói itt vannak szinte teljes létszámban a programban, felváltva nyilván, tehát azért minden alkalmon nem tudott mindenki részt venni, de ami még ettől is nagyobb öröm, az az, hogy amit én elterveztem, hogy egy a környékbeli amatőr népzenészekből álló, általam jól ismert társulat, társaság, csapat verbuválódjon újra össze, és kezdjünk el közösen muzsikálni, ez hála a Jóistennek és a Csóri programnak, itt most megvalósult. Hogyha igazán egyfajta irányba, tehát egy nagyon szakmai vonalat szeretnénk képviselni, ott azért meghatározó az, hogy hány éve muzsikál, milyen szinten van az adott hangszeren. Én itt ezt az első ilyen Csóri program megszervezése kapcsán nem tartottam elsődleges szempontnak. Én az elsődleges szempontnak most azt tartottam, hogy minél többen tudjunk egymásról, hogy kik vagyunk, akik ezt műveljük itt a környékben, a környező településeken, Máté Szalkán, és ugye határon túlról is, hál' Istennek, nagyon sokan, vagy legalábbis szép számmal tudtak bekapcsolódni a programba. Tehát nekem most itt ez volt az első számú,
hogy kik azok az emberek, akiknek meg lehet fogni a kezét, és el lehet őket hozni ide muzsikálni közösen. Ha így pontosan össze akarom számolni, azt hiszem, hogy pont 32-en vagyunk, akik valamilyen formában vagy tanárok, vagy növendékek, vagy külsős, beugrós, belátogatós hangszeresek itt voltak velünk a program során. És ami ennél is nagyobb öröm számomra, hogy ilyen sokan voltunk, mert ez itt azért első próbálkozása, szerintem szép számnak számít, az az, hogy ugye én ezt a három határ program nevet adtam ennek a dolognak, amikor a pályázatot megírtam, mert megkerestünk határon túl nagykárolyi növendékeimet, illetve Kurendás Szilvia nevetlen faluban élő és onnan származó és ott és a környéken dolgozó cimbalmos tanárnéni volt az, aki jelentkezett a programban a saját növendékeivel. A standard az mindenhol a vonós banda, a hegedű brácsa bőgő. Esetleg kiegészült, mint ahogy nálunk is a népi fúvós hangszerekkel, itt is kiegészült, de ami most tulajdonképpen, hát ez érdekes, mert talán nem is kuriózum, de ha azt a szót használom, hogy hungarikumok, akkor azt hiszem, hogy mindenkinek ismerősen cseng ez a két hangszer, ami mind a kettő Sunda Vencel József nevéhez, cseh hangszerészmester nevéhez köthető az 19. századból. Ez pedig nem más, mint a mi tárogató és cimbalom nevezetű hangszerünk, és mind a kettőnek a tanítását, oktatását sikerült ezen a programon belül megvalósítani. Hogyan kerültél ebbe a népzenei programba? Mivel én Adrián nénihez jártam hegedülni, így megkeresett, hogy nem lenne kedvem így hétvégenként bejárni, mivel hogy nem tudok már hozzá csatlakozni az iskolai rendszerhez, így ebbe a programba tudnék részt venni. Én általában egy tájegységről szoktam zenélni a keresztszüleimmel, így elmélyülhetünk a többi tájegységbe is, amire nem lenne lehetőség. Most lesz már majdnem 12 éve, hogy hegedülök. Belekóstoltam egy kicsit a klasszikusba is, de visszatértem a népihez. Egyre több helyen hallom a népzenét, és egyre több embert hallok, aki belecsatlakozik ebbe a népzenei rendszerbe. Szerintem a barátaimnak is, ismerőseimnek is nagyon tetszik, mert szokták hallgatni, amiket játszom. Néha szoktak hozzánk is jönni, hogy meghallgassák, hogy hova fejlődtünk, most is fognak jönni a barátaim, úgyhogy ennek nagyon örülök. A közönség előtt már nagyon régóta játszunk, de én szeretek így szeretem megmutatni, hogy ez a népzene így fiataloknak is jó, meg ugye az idősebbeknek is, és akkor ez így összekovácsolja a szüleimet, meg engem is. Szerintem én is tudok a keresztszüleimnek újat mondani, és ők meg ugye még többet nekem, úgyhogy, de igazából a lényeg csak az, hogy együtt muzsikáljunk. Nem tudom, a kedves nézők mennyire emlékeznek rá, hogy miben lelték örömüket 4,5 évesen. Valik Jámbor Dorka például ekkor vette fel először a balettcipőt és a gyakorló ruhát. Most ő a vendégünk, mesterével, Deme Krisztinával. Sziasztok, jó estét! Szia! Nem ma volt, ugye? Nem. Emlékszel-e ezekre a pillanatokra, amikor először került balettcipő a lábadra? Hát 4 éves voltam, és hát a szüleim szerették volna, hogy elkezdjek balettozni, és hát nagyon megszerettem már kicsiként is. Emlékszem, hogy nagyon szerettem nézni nagyokat, és már kicsiként is
a nagyoknak a gyakorlatait gyakoroltam már otthon is. Nagyon szerettem kicsiként is otthon saját táncokat csinálni, és hát ez mai napig is így van. Feketéné Kunildikó volt az első balettmesteren, és a Primaverában táncoltál. Ez hány évet jelentett az életedben? És gondolom, hogy egyre komolyabbá vált, hiszen ami miatt most itt vagyunk, az azt jelenti, hogy most már profi vagy a balettben. Hát igen, körülbelül 5-6 évig simán jártam oda, és utána kerültem be a Primaverába. Összesen 12 évig jártam oda. Ahogy említettem is, ugye a 20. országos Bencik Sára emlékversenyen lettél első helyezett, mégpedig klasszikus balett kategóriában, úgyhogy ehhez szívből gratulálunk, és mielőtt még arról beszélgetnénk, hogy milyen is volt ez az út, hogy igazándiból most már tényleg a legjobbak között tudhatunk. Előtte, Kriszta, hozzád fordulok, egy éve a tanítványod Torka. Tulajdonképpen azt gondolom, hogy az is ritka kincs, amikor egy igazán tehetséges tanítvány kerül egy mester kezébe. Te hogy emlékszel vissza az első pillanatokra, vagy az első lépésekre? Igen, ez abszolút így van, hogy nagyon inspiráló és ösztönző az, amikor egy ilyen kincs, ahogy te mondtad, akad az embernek a kezébe. Én azt gondolom, hogy az első pillanattól kezdve nagyon jól össze tudtunk rázódni, és megtaláltuk az közös hangot, közös nevezőt. Nagyon, nagyon jó hangulatban telnek azóta is a minden egyes próba és minden egyes óra, úgyhogy a legelső alkalommal nyilván egy kicsit feszült volt, egy kicsit izgult, de elég gyorsan sikerült feloldanom, én úgy gondolom, és azóta nagyon, nagyon jó hangulatban dolgozunk együtt. És mellette ugye te a Vasvári Pál Gimnázium tanulója és táncosa vagy. Sokan azt gondolják, hogy aki ilyen profi, az mindenképpen valamilyen művészeti iskolában tanul, vagy készül a balettintézetbe, vagy hogy alakult a te életedben az, hogy mégis itt maradtál Nyíregyházán? Hát többször feljött, hogy esetleg Pestre megyek, és ott fogok tanulni, viszont valahogy mindig is tudtam, hogy nem szeretnék balettáncos lenni, hanem hogyha majd a tánccal szeretnék foglalkozni, akkor is inkább vagy koreográfus, vagy pedig tánctanár. És ezért nem mentem művészeti iskolába, mert még nem tudom pontosan, mit szeretnék, és szerettem vagy, ha lenne egy B-tervem is, és egy rendes gimnáziumba fejezném be a tanulmányaimat, és majd utána esetleg felsőoktatásba folytatni. Akinek ilyen sikerei vannak, azért az nem tudja eltitkolni az osztálytársai meg a tanárai előtt, hogy van egy másik élete, ha mondhatjuk azt, ahol ott áll a Rivalda fényben. Mit szólnak az a kortársaid, hogy tényleg egy kincs vagy, és mondjuk a tánc területén olyan tehetséggel rendelkezel, ami tényleg egy ritka adottság? Hát szerencsés vagyok, mert mindig is érdeklődőek voltak a kortársaim, és hát a barátnőim is nagyon támogatóak, és folyamatosan szurkolnak versenyek előtt, úgyhogy ez nekem nagyon sokat számít. Amikor már nem csak egy hobbi a tánc, hanem azért előbb-utóbb látszik, hogy ezt azért mégiscsak professzionálisabb szinten kell művelni, akkor van egy olyan határmesdje, hogy már tehát, hogy ezt nem lehet csak úgy könnyedén venni, tehát nem lehet csak táncikálni, hanem bizony itt nagyon komoly feladatok vannak, nagyon sok-sok órás gyakorlás. Érzed-e néha ennek a súlyát, és vannak-e olyan napok, amikor mondjuk nincs kedved annyit táncolni, de egy-egy verseny előtt mondjuk ez elengedhetetlen? Hát mostanában már egyre jobban, amióta egyre nagyobb feladatok állnak előttem, mert egyre több versenyre megyünk, mint ebben az évben most már tényleg 4-5 verseny is részt vettem, és részt veszek még. Hát néha ez elég nehéz tud lenni, és hát sokszor fárasztó, főként a suli mellett, de próbálom beosztani rendesen az időmet, mert mindig nagyon jó bemenni a balettterembe és táncolni, és akkor egyáltalán nem leszek fáradt, hanem csak boldogabb leszek, hogyha
a vége balettórának, és... Ugye azzal kezdted, hogy a szüleid szerették volna, és azt olvastam, hogy amikor Covid volt, és nem lehetett táncolni, akkor linoleumot vettek, és a szobádat is berendezték úgy, hogy otthon is komfortosan tud gyakorolni, és közben a nézők láthatják, vagy láthatnak téged a színpadon, és én is félszemmel néztem, hogy úristen, milyen könnyed, kecses, szóval ez olyan, mint hogy ezt úgy kisújból történne mindez, de aki például látta a Fekete Hattyú című filmet, az tudja, hogy micsoda szenvedés, és az a balettcipő bármilyen szépen néz ki, bizony az nagyon szoros, és nem a legkényelmesebb viselet. Kriszta, egy mesternek, nyilván egyben pszichológusnak, trénernek és pótanyukának is mindennek kell lenni. A Dorka esetében mi a titok, vagy mi a módszer, amivel mondjuk ilyen sikeressé tud válni? Hát szerintem pont így ebben a sorrendben, ahogy mondtad, hogy balettmester, pszichológus és pótanyuka, inkább a pszichológus és a balettmestert emelném ki jobban. Igen, van, amikor látom Dorkán, hogy egy kicsit úgy megfárad, és kicsit jobban rástresszel ezekre a versenyekre, hiszen most szombaton is megyünk egy nagy országos versenynek a döntőjébe. Ilyenkor egy kicsit izgatottabb és másképp tud teljesíteni, úgyhogy az én feladatomat abban látom ilyenkor, hogy visszaállítsam az úgymond nyugalmi állapotába, amikor a legjobban tud teljesíteni, mert itt hiszen ez a cél, hogy ezt tudja jól teljesíteni. Milyen volt a hangulat ezen a versenyen, amiről most itt beszéltünk, ahol első lett Dorka? Mennyire lehetett vágni a feszültséget, vagy mennyire sikerült őt megnyugtatni a fellépés előtt? Hát én azt gondolom, hogy elég jól sikerült megnyugtatni. Ez mutatja az eredményt is, hogy első helyezést kapott. Szerintem egészen jó hangulatban. Tehát nyilván benne van ilyenkor a vizsgadrúk, de amikor felmegy a színpadra, akkor én mindig azt látom, hogy ott eltűnik minden, és ott csak ő van és a tánc, és ez, azt hiszem, hogy ez a célja ennek az egésznek. Dorka, ha bárkivel táncolhatnál a világ bármelyik balett színpadán, akkor hová képzeled el magad, hol lenne jó táncolni? Londonban, a Royal Ballet társulat, az egy óriási álom lenne, de mivel nem a tánc, az így az célom, hogy ezzel foglalkozzak így. Így most már így nem, de hogyha fiatalabb lennék, akkor biztos, hogy oda szeretnék menni, és ott is tanulnék. Hát, mint koreográfus, még esetleg a Royal Ballet vonzásában még feltűnhetsz, úgyhogy én ehhez kívánok nagyon sok sikert és kitartást, és köszönjük szépen, gratulálunk az eredményekhez. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, ennyi volt már a Weekend, én kollégáim nevében is megköszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is ugyanebben az időpontban, amikor többek között egy látványos divat bemutatóval és a Puzzle programmal jövünk majd, addig is kellemes pihenést és jó hétvégét kívánunk Önöknek, viszontlátásra!